nem csak a világító tökfejek okoztak rémületet a Bartók Béla térre sétálóknak, kartjával egy élő halott is riogatta a szép számú közönséget. A Fehérvár Média Centrum csapata mindent megtett azért, hogy közösségi élmény legyen mindenki számára a vasárnap este. Mennyire népszerű Magyarországon a Halloween tökfaragás, vagy a töklámpás faragás, és alapvetően ez egy ilyen jó buli, ilyenkor mindenki farag tököt, az áruházakban ott van a rakás tök, az emberek kifaragják, és miért nem mutassuk meg egymásnak az otthon elkészült munkákat. Arra gondoltunk, hogy lehetne ebből egy közösségi bulit csinálni, és most már negyedszer van töklámpás fesztivál Magyarország, vagy nem Magyarország, Székesfehérváron, amikor mindenki elhozza a tökeit, és megmutogatja a többieknek, hogy mit csinált otthon. Már maga a faragás is összehozta a családokat. A kicsik szüleikkel együtt készítették a töklámpásokat, és a munka közben jól érezték magukat. Apukám és én készítettük, de apukám inkább így csinálta, én inkább csak tartottam. Nehéz volt? Nagyon, igen. Miért? Mi volt benne? Hát az volt, hogy amikor a denevért is csináltuk, akkor az egy kicsit nehezen ment, mert így kifaragni meg minden, az nagyon nehezen ment, azzal ment el talán a legtöbb időnk. Apával. Először kivágtuk a szívformákat, vagyis először kivágjuk a tetejét, aztán kivettük belőle, aztán a szíveket megcsináltuk a szemének, aztán csináltunk neki egy óriás mosolygó szájat. A könyvtár lépcsőjén összesen nagyjából 100 töklámpás fordult meg vasárnap este. A kifaragott tökökkel szívesen fotózkodtak a jelmezbe bújt gyerekek és szüleik is.